kérem, ezek teljesen be vannak rúgva. Nem kellene őket lefektetni egy jó sötét szobába? De vigye őket oda! Hány szoba van itt ezen kívül? Meg egy fürdő. Ja, az nem jó, őket nem lehet egy szobába fektetni, nem, de bár? De lehet, nyugodtan. Két hete házasok, aludni fognak. Aha, megbocsát, ha őt magammal viszem, ugye? Elnézést. Igen, én vagyok. Hogy kerül ide? Sajnos gyalog. A kocsim éppen most mondta fel a szolgálatot egy kicsit. Ki is fulladtam. Szabad egy pillanatra leülni? Igen. Hogy sajnos félök, hogy az történt, hogy nekem van egy kis rendetlenségem, mert a vendégségem miatt van ez a rendetlenség. A vendégségem miatt van rendetlenségem. Ez milyen stílus, kérem? Ezt tanulta nálam a levelezés. Nem vagyok magánál! Sajnos. Én sem vagyok magamnál. Tessék! Egy kicsit bódult vagyok most, hogy újra látom. Hagyjuk, kérem! Hagyjuk ezeket a izéket! Inkább arról beszélj, hogy miről akarik beszélni. Ne azt kérdezz, hogy miről, hanem hogy kivel. Kivel? Magával. Nem. Hanem egy jó akaró valaki az előbb felhívott engem telefonon. Az valami tévedés, most hogy bementek a szobába, Szóval az a jó akarom nem itt lakik? Faszádat, faszádat, faszádat,
a szádat azt fogd be, és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy valljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert unom a harcot, egy csöpp szerelemtől te sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekig én. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz, add oda, sokkal jobban ízlik majd az ebéd és a vacsora. A szádat azt fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Nem mondja nekem azt, hogy értem oda van, mert ezen igazán elrögöm magam. A szívem nagyon ég, leborulok eléd. És hagyd azt, hogy valljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert unom a harcot, egy csöpp szerelemtől te sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekig én. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz, add oda, sokkal jobban ízlik majd az ebéd és a vacsora. A szádat. És ne beszélj, egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy ne vágj ilyen arcot, mert unom a harcot, egy csöpp szerelemtől te sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekig. Bocsánat. Szabad egy pillanatra? Szóval az a jó akarom még mindig nem itt lakik. Nem is engem csókolhat reggel. Ez meg fog történni. Ez volt az első részlet, de előbb szeretnék megmagyarázni valamit. Nem vagyok kíváncsi. Van én nekem egy barátom. Fütyülök a barátjára. Ezt a barátomat úgy hívják, hogy Pierre Lenoir. Ez a barátom elmondta nekem egyszer, hogy miképp mászik fel az ember az úgynevezett szerelmi létrán. Hallja! Már megint kezdi ezt a létrát? Sőt, én folytatom, mert ennek a létrának az első foka a bizalom. Aztán jön a második létre fok, amikor az ember úgy érzi, mintha valami egészen ismeretlen és új nő állna előtte. Aztán jön a harmadik létre fok, amikor a legszelidebb és legjobb indulatú ember is megőrül a féltékenységtől. Aztán jön a negyedik létre fok, vigyázzon, az hiányzik. Jaj, köszönöm. Aztán jön az ötödik létre fok, amikor az ember úgy érzi, hogy nem tud az illető nő nélkül tovább élni. És a felnök úr? Én nem tudok. Mit? Élni. Amíg ott volt az irodámban, addig észre sem vette, most meg úgy hiányzik nekem, mint tüdőből a só, mint ételből a levegő. De ez még mind nem elég. Nekem már igen. De nekem meg nem. Mert én csak abban voltam biztos, hogy én szeretem magát, de hogy maga szeret engem. Igen. Hát én erről már jóval előbb meggyőződtem, amikor felküldtem ide ezt a sinót. Mi? Maga küldte? Igen. Kiúrasztottam az ágyból, megítattam vele egy pohár uborkalevet,
Aztán betanítottam neki egy mesét a tűzijáték gyáromról, s a többi, s a többi. Miért magának nincs is tűzijáték gyára? Hát honnan lenne? Csak arra gondoltam, hogy ha a hölgy továbbra is érdeklődik irántam, és nem közömbös neki, hogy mi történik velem, akkor bocsánat, szabad még egy pillanatra? És remélem, hogy most már végeztünk. Velem igen. Hoho! Mi folyik? Hm? Ja? Semmi különös, mindössze egy kis házasságról van szó. A ti példátokat akarjuk követni. Szóval te már tudod? Micsoda? Beleegyezem? Miben? Abba, hogy feleségül vettem őrosságát. Hát abban nehéz lenne nem beleegyezni, éppen ezért akarom az ügyeteket is rendezni. Rendezni akarom? Anyagilag, mert úgy tudom, hogy a férjednek egy pillanatban semmilyen nincsen, csak egy halastava.